Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Holtai Olivér, a századvég programvezetője, és egy nagyon érdekes üzletágnak a vezetője, amivel az utóbbi napokban baj van. Mekkora ez a baj? Azon kívül, hogy hamarosan majd többet kell, hogy az üzemanyagokért megint fizessünk. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Hát az üzletágunkkal az égvilágon semmi baj sincs, dolgozunk. Az üzemanyagokért valóban péntektől megint többet kell fizetni. 7 forinttal emelkedik a benzin és 10 forinttal a gázolaj ára. És ez már a szerdát követő nem az első emelkedés. Két dolognak köszönhető az, hogy az üzemanyagárak az elmúlt hetekben egy növekvő pályára álltak. Egyrészt a dollár erősödésének, másrészt a világpiaci olajárak emelkedésének. A dollár erősödésének hátterében azok az elmúlt hetekben érkező friss adatok állnak, amelyek azt mutatják, hogy az amerikai infláció makacsabbnak bizonyul, mint ahogyan arra a piac számított. Ez azért okoz üzemanyag fronton és dollár fronton problémát, mert ilyen módon a várakozások átalakultak. Úgy tűnik, hogy a jegybanknak tovább érdemes majd magas kamatokat tartani, vagy legalábbis a piac arra számít, hogy a jegybank továbbra is magas kamatokat fog tartani, és ezek a magas kamatok, ezek a dollár erősödését idézték elő. Éppen ma reggel néztem, hogy január elejéhez képest több mint 10 forinttal emelkedett a dollár-forint keresztárfolyam. A másik tényező pedig a világpiaci olajárak emelkedése. Azt láthattuk, hogy néhány héttel ezelőtt egy jóval optimistább hangulat uralkodott a világpiacon. Azóta megint 80 dollár fölé emelkedett hordonként a Brent típusú nyersolaj hordonkénti ára. Én ezt két dologgal magyarázom. Egyrészt úgy tűnik a rendelkezésre álló, az elmúlt hetekben érkező geopolitikai jelentések alapján, hogy a Vörös-tengeren zajló harcokat mégsem lehet majd annyira gyorsan lezárni, hogy ezek elhúzódhatnak. Pedig szakértők azt mondták, hogy hát ez a briteknek, illetve az amerikaiaknak egy gyerekjáték. Igen, én is így emlékszem, hogy egy-másfél hónappal ezelőtt az volt a várakozás, hogy ezek könnyen lezárható problémák, de úgy tűnik, hogy mégsem azok, és erre most már az elmúlt hetekben az elemzők is rámutattak. A másik friss hír ezzel kapcsolatban pedig Szaúd-Arábia bejelentése. A szaúdi energiaügyi miniszter körülbelül egy héttel ezelőtt elmondta, hogy visszafogja a kapacitásfejlesztési terveit, és kevesebb új beruházást indítanak a kitermelési kapacitások növelése. Ez, amit az amerikaiak el szerettek volna érni? Hát, majd ez most jó, igen. Vagy nem jó? Ez nem jó, mert ez azt jelenti, hogy a szaúdiak tartósan, magasan kívánják tartani az olajárakat. Sem gazdasági szempontból nem jó, a nyugat szempontjából, sem geopolitikai értelemben nem tekinthető kedvezőt ennek. Az ő szempontjukból rövid távon mindenképpen kedvező, hiszen magasabb árat érnek el, és kevesebbet termelnek ki. Így van, magasabb áron tudják értékesíteni a nyersolajat. Az, hogy ez közép-hosszú távon hogyan fogja befolyásolni az olajkeresletet, hogyan lesz képes helyzetbe hozni az amerikai kitermelőket, illetve geopolitikailag mennyire lesz alkalmas arra, hogy Szaúd-Arábia helyzetét felértékelje. Ez kérdéses. Az aggasztó számomra, hogy idén évelején már Szaúd-Arábia is csatlakozott a BRICS országcsoporthoz, ami egy újabb olyan nagyon egyértelmű demonstratív jelzés, ami azt mutatja, hogy Szaúd-Arábia
nem áll olyan szorosan a nyugat mellett, mint ahogyan azt például világos. A hidegháború. Akkor most egy pillanatra megszakítom, mert ha Szaúd-Arábiában vagyunk, akkor nézzük meg, hogy ott az öböl menti országok, ezek a kis hercegségek, akik komoly olajkitermelők, vajon ők hol tartanak? Hát ebben a tekintetben hasonló a mozgásuk, mint Szaúd-Arábiának. Tehát ez igazodnak OPEC, akkor. Az OPEC olajkartelnek hagyományosan Szaúd-Arábiát tekintjük az egyfajta vezetőjeként. És azt látjuk, hogy bár jönnek sajtóértesülések arról, hogy vannak konfliktusok az OPEC-en belül, de nagyon nehéz azt eldönteni, hogy ezek a sajtóértesülések mennyiben a politikai narratívát célozzák, a nyugati politikai narratívát, és mennyiben ténylegesen a kitermelési mennyiségekkel világos, kapcsolatos. De hát akkor, hogyha az igazat akarjuk megtudni, akkor kell egyszerűen az OPEC-nél tájékozódjunk, tudni, hogy ott mi történik, tudnunk kell, hogy az amerikaiak hol tartanak a kitermeléssel, és egy nagyon fontos, amiről nem beszélünk, hogy hol van Oroszország a kitermeléssel, mert úgy tűnik, hogy az IMF is akkor benézte az orosz kitermelést. Hát menjünk sorban. Az OPEC-orosz relációban azt látjuk, hogy ott van egy erős összezárás, tehát az orosz-ukrán háború kirobbanását követően talán fél évvel később, amikor az OPEC, igen, 2022 őszén, amikor az OPEC az első kitermelés csökkentést jelentette be, azt már szorosan egyeztette Oroszországgal. OPEC pluszként is szokás hivatkozni az OPEC országokra és Oroszországra, és azóta is a különböző döntéseket rendre egyszerre jelentették be Oroszországgal. Az ottani országok tekintetében itt azért nagyon nehéz megállapítani, hogy a konfliktus mennyire mély ténylegesen, mert egyrészt az OPEC-ből semmi sem szivárog ki olyasmi, amit ők ne szeretnének, hogy kiszivárogjon, és az OPEC következetesen azt kommunikálja, hogy ő pusztán az olajpiacot szeretné megőrizni, fenntartani annak a stabilitását. A másik oldalról pedig a nyugati médiumok rendre azt írják, hogy Szaúd-Arábia nem vezeti kellő gondossággal, kellő szakértelemmel az OPEC-et, túl sok a konfliktus, nem tudnak összezárni, és így tovább, de ez aligha függetleníthető attól, hogy az OPEC már az üléseiről ki is tiltotta a nyugati médiumokat, olyan szintig eszkalálódott a viszony, és szerkesztő úr még felvetette az IMF friss jelentését. Hát ez egy eléggé tanulságos történet. Január végén a Nemzetközi Valuta Alap jelentős mértékben felfelé módosította az Oroszország idei évére vonatkozó gazdasági kilátásait 1,1-ről 2,6%-ra. A jelentésben konkrétan szerepel, hogy Oroszország jóval ellenállóbbnak bizonyult a szankciókkal kapcsolatban, szankciókkal szemben, mint ahogyan azt bárki várta. Csak hogy ez a megállapítás, ez aligha illeszkedik a nyugati narratívába, úgyhogy kis idővel később az IMF vezérigazgatója ki is állt, és el is mondta, hogy bár a számok szépek, az orosz számok szépek, de valójában egy rossz történetet takarnak, és közép-hosszú távon Oroszországnak nagyon súlyos problémákkal kell majd szembesülnie, tehát a szankciók működni fognak, csak még egy picit várni kell rájuk. Ezt már amellett, hogy többször hallottuk, szerintem azért tanulságos, mert rámutat a nyugati szankciós politika talán legnagyobb hibájára. Amikor kirobbant az orosz-ukrán konfliktus, akkor én beástam magam a gazdasági hadviselésről szóló szakirodalomban, és az egy alapszabály, hogy szankciókat, büntetőintézkedéseket csak úgy érdemes bevezetni, hogyha azok jobban fájnak a másiknak, mint nekünk. Viszont az is, azok is alapvetések, hogy ahhoz, hogy ezt mérlegeljük, nagyon gondos tervezésre és utána nagyon gondos monitorozásra van szükség. Ehhez képest azt látjuk, hogy itt az Európai Unióban nem előzte meg hatásvizsgálat, nem előzte meg kellő mélységű tervezés a szankciós csomagokat, és most meg már azzal szembesülhetünk újra és újra, hogy már a saját számainkban sem hiszünk, tehát a monitorozás is elmarad, ugyanakkor az Európai Bizottság közeleg a háború kirobbanásának a határideje. De hát ugyanezt, amit ön állította, ön után következő vendég lesz felvételről, dr. Nagy István agrárminiszter, hogy az agrárium területén ugyanezt történt Oroszországgal. Tehát fáj nekünk, hogy nem exportálhatunk. Erre az oroszok
gyorsan felzárkóztatták magukat, elővették, vettek egy pár know-how-t, és tök mindegy, hogy hogy vették meg, és olyan feldolgozó üzemeket, és olyan Jonathan almáik vannak nekik nemesítve, tehát azt mondták, nem adtok el nekünk, és ma például mi exportőrök voltunk búzából, ők importőrök, és ma ők exportálnak. Mi elveszítjük a piacainkat, a saját szankcióink véget, amit nem hiszem, hogy mi kezdeményeztünk. Tehát tulajdonképpen ugyanezt történik az olajpiacon is, nem? Ez abszolút így van. A szankciók mérlegét mindig csak retrospektívan a múltra vonatkozóan tudjuk levonni, de pont amit miniszter úr is mond, ezért fontos, hogy nagyon alaposan végig gondolja egy közösség vagy egy ország, hogy milyen típusú büntetőintézkedéseket... Lenne, hogy kölcsön adnánk az EU-nak, mint energiaszakértőt, hogy előtte üljenek le, és ezt beszéljék meg valakivel. Mármint a miniszter urat? Nem a miniszter urat, önt. Én azokon a felületeken, ahol csak lehetőségem volt rá az elmúlt két évben, az ellen érveltem, hogy például az energiahordozók ellen nem érdemes szankciókat bevezetni, mert egyszerűen sokkal nagyobb problémákat okozhat az Európai Unió. Tehát a nukleáris alapanyag területén is izotópokat sokkal többet adtak el, mint korábban. Hát és különösen az Egyesült Államokban is többet adtak el. Hát akkor itt csípjük meg magunkat, itt önmagunk ellen, tehát ilyen kamikász terroristát játszunk? Én azt gondolom, hogy bizonyos büntetőintézkedések esetében igen, hogy itt egyszerűen a politika, az érzelmek túlnőttek a szakmai realitáson, de azért tudtak túlnőni, mert nem volt meg az a kellő tervezés. Nem rakta bele az Európai Unió szükséges szakmai munkát. Na de hát ez a 26 ember, aki ott ül, tételezzük föl, hogy a mi miniszterelnökünk odafigyel, és nem egyezik ezekbe bele, de önnekik nincsenek munkatársai, szakértői? Bizonyára vannak. Ennyire mélységében nem tudom azt megítélni, hogy mi az oka annak, hogy egy-egy képviselő. Itt vannak különböző magyarázatok, de ezek spekulatív jellegűek. Én nem ültem ott, úgyhogy nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy... Oroszország ellen szankciók vannak. Mégis az üzemanyagot többet adtak el, mégis nukleáris alapanyagból sokkal többet adtak el, mint korábban, új piacokat is szereztek, és például az Egyesült Államoknak többet adtak el, mint korábban. Ez valóban így van. És mégis az Európai Bizottság most egyszerre párhuzamosan két szankciós csomagon is dolgozik, mert vannak vitás kérdések, de mégis szeretné az egyiket már február 24-ig az évfordulóig elfogadtatni, de a másikat is szeretné elfogadtatni, tehát azt látjuk, hogy a szankciós pszichózisból egyszerűen nincs kiút. Különböző magyarázatok vannak erre. Egy lehetséges magyarázat, hogy a háború kirobbanását követően egy nagyon szélsőséges politikai álláspontot vettek föl. Világosan azt a pozíciót foglalták el, hogy a szankciók majd térdre kényszerítik Oroszországot, és csak ez az útja az Európai Uniónak, hogy segítsen Ukrajnán. És mi kényszerülünk. És ebből a pozícióból nehezen van visszaút. Egy lehetséges magyarázat, hogy vannak olyan vezetők az Európai Bizottság élén, akik nem európai érdekeket képviselnek. Van egy olyan magyarázat, hogy ez egyfajta szakmai rövidlátás, hogy ők sokkal jobban felülsúlyozzák a politikai szempontokat a szakmai szempontoknál, de azért nem szeretnék egyértelműen garast tenni egyik vagy másik magyarázat mellé, Isten, ismerem őket kellő mélységben ahhoz, hogy egyértelműen azt tudjam mondani a szerkesztő úrnak, hogy itt az egyik vagy a másik. De akkor az IMF-nek a terveit és az adatait hogy tudjuk elfogadni, ha ők is ekkorát tévednek? Hát az a helyzet, hogy az előrejelzésekben van hiba. Az IMF szerintem kellően nagy elemzői apparátussal rendelkezik, de ezzel együtt, amire szerkesztő úr utal, az valóban egy nagyon nagy probléma, hogy az elmúlt két évben azt látjuk, hogy mondjuk az orosz gazdaság esetében maguk az elemzőházak, az előrejelzők is szisztematikusan alulbecsülték az orosz gazdaság teljesítményét, és ezzel kapcsolatban már a német külügyminiszter is fél évvel ezelőtt kifakadt, aki arra számított, hogy Oroszország sokkal rosszabban teljesít majd, mint ahogyan az a valóságban történt. Valóban van egy ilyen probléma, hogy az érzelmek azok beszivárognak az elemzőintézetek gondolkodásába is, de szerintem legalább azokban a pillanatokban, amikor korrigálnak, vagy megpróbálnak korrigálni,
akkor érdemes lenne odafigyelni rájuk, és a döntéseket... Érdekes szakértők levették a fejemet, és azon vitatkoztak velem, hogy miért gondolom, hogy például Izrael esetében a Mundisnak belátóbbnak kell lenni, hogy háború? Nem. Azt mondták, őneki az a feladata, hogy lefényképezze a helyzetet, és megállapítsa. Na de hát akkor ezt elvárom az IMF-től is, meg a többiektől is. Ez megtörténik. És mindenki esetében. Ugye itt előrejelzésekről beszélünk. Tehát most például az 1,1-2,6%-os... Hát az előrejelzések is valami alapjául szolgálnak. Igen, de bizonytalanok. Tehát az, amikor én megpróbálom megbecsülni azt, hogy idén mekkora gazdasági növekedés lesz egy adott országban, ott számos bizonytalanságot kell, hogy kezeljek. Azt nem lehet pontosan előre megmondani. Kedves nézőim! Végre megint egy szakértővel a mélységre mentünk, és abban a pillanatban elkezdett biluxolni az óra, hogy a beszélgetésre szánt időnk lejár. Nem fér az az órától, de hát az óra az úr, nem mi. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és föl kell csak mi miattunk korán reggel, és mielőbb visszavárjuk. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Tartsanak velünk!